Sziasztok! Az előző videómat, amelyben a gazdasági és a spirituális téveszmékről beszéltem, a YouTube eltávolította, méghozzá azzal az indokkal, hogy a feltöltött tartalom gyűlöletkeltő. Itt szeretném akkor kijelenteni, hogy 100 biztos vagyok benne, hogy nem ezért lett törölve a videó, hiszen semmilyen olyan konkrét tényt nem közöltem benne, ami emberek vagy szervezetek ellen irányult volna, a tények azok pedig tények. Tehát innentől kezdve már mindenki számára egyértelműen világos lehet, hogy a YouTube milyen intézkedéseket szeretne engedélyezni. A pedofília, a szexuális zaklatás, az állatkínzás és az egyéb gusztustalan, sátánizmustól bűzlő tartalmak engedélyezettek a YouTube-on. Semmi baj, innentől kezdve a YouTube ügynökeinek is üzenem, hogy amennyiben eltávolítjátok a csatornámat, úgy beélesítem a másikat, és a rámből az pedig meg fog maradni, az igazságot az pedig nem fogjátok tudni eltitkolni. Ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék elmondani, hogy a hamis spirituális ügynököknek a leleplezése lehetett az egyik indok, viszont az eszalon is titkosszolgálati technológiák ismerete a másik indok, amiatt valószínűleg törölve lett ez a videó.